13 milliárd 180 millió 847 ,897 forint. Pontosan ennyit érnek azok az egykor állami ingatlanok, amiket 2010 és 2023 közt az Orbán kormányok ingyen átadtak a reformátusoknak. A legcsillogóbb hozomány a központi zálogház és a BÁV ZRT egykori épülete a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán. A 3,5 milliárd forintos, 4500 négyzetméteres Ferencvárosi műemléknek érdekes története van. Az állam előbb megvette, aztán ingyen odatta a reformátusoknak azzal a kikötéssel, hogy 15 évig nem adhatják el. Pár év elteltével aztán levették róla az eladási tilalmat, így a reformátusok, ha akarnak, akár meg is válhatnak tőle. Nem tudjuk, mik a szándékaik, de árulkodó jel, hogy az épületbe tervezett református egyetemi kampuszt most már néhány sarokkal odébb húznak fel. Ha érdekelnek a részletek, iratkozz fel a hírlevelünkre a péntekreggelhu Az, hogy a közéletből jöttem vissza, az valóban jelentett hasznot az egyházunknak, hasznot, kockázatot és terhet. A haszont én nem pénzben mérem, hanem abban, hogy talán egyházunk karakteresebben, szélesebb terekben tudott megjelenni, mint korábban. Miután kiderült, hogy Balog Zoltán nyakig benne volt Novák Katalin kegyelmi botrányában, állam és egyház kapcsolata ismét a figyelem középpontjába került. Balog, aki Orbán Viktor lelkészeként vált ismerté még évekkel ezelőtt, és aki néhány évnyi miniszterkedés után tért vissza az egyházba, most felemás megoldást választott. Lemondott a zsinat lelkészi elnöki posztjáról, ezzel távozott az egyház éléről, de továbbra is marad a második legnagyobb református egyházkerület püspöke. Az ügy mélyen megrázta a református egyházat, sokan balok távozását követelik. Az egyházunk közösségének azzal segítene a legtöbbet, ha belátná, mennyit árt és lemondana az összes vezetői tisztségéről. A hatalom és a református egyház szoros viszonya nem csak Orbánról és Balogról, vagy az ingyen átadott vagyonról szól. Ahhoz, hogy megértsük a dolog hátterét, muszáj elmerülnünk egy kicsit a történelemben és a teológiában is. Ehhez Zalatnai István lelkész, teológus, filozófus, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára lesz a segítségünkre. Én Szurovec Szillős vagyok, ez pedig a Péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. Az elmúlt hetekben sokszor esett a református egyház és a politika összefonódásáról. Ennek nyilván egy ilyen nagyon kézzelfogható jele az, hogy Balogh Zoltán lelkészből ö, miniszter lett, majd miniszterből püspök, de mégis hogyan írná le most ebben a pillanatban a, a politikai hatalom és a református egyház viszonyát? Ez valamiféle kölcsönös függőség, vagy bekebelezte az egyik a másikat? Mi a jó leírása ennek? Hát nézze, azért az túlzás lenne azt mondani, hogy bekebelezés, de hát ha minden áron ennél a kifejezésnél akarunk maradni, akkor azért azt mondanám, hogy általában inkább a farkas szokta a bárányt bekebelezni, és nem fordítva. Tehát itt, itt nem egyenlő súlyú partnerekről van szó. Sokkal inkább azt lehet mondani, hogy az elmúlt időszakban egyre inkább Érezhetővé vált az, hogy a hatalomnak van lehetősége arra, hogy az egyházat befolyásolja azokban a kérdésekben, amelyek a számára fontosak. És hát ennek egy, egy elég drámai kirobbanása ez a mostani helyzet. Hogyan alakult ez a viszony az elmúlt 14 évben? Voltak esetleg ebben kirengések? milyen éve volt ennek, vagy pedig végül ugyanabban az irányba mutatott, amiről most, most is beszélünk? Itt azért egy folyamatról van szó. Meg lehet különböztetni a három időszakot, attól függően, hogy ki volt éppen a zsinati elnök. Az első években, 2014-ig, ameddig Bölcskei Gusztáv a Tiszántúli Egyház a püspöke volt a zsinati elnök, azért ez nem volt egy ennyire kiélezett helyzet. Ott sem volt arról szó, hogy az Egyház az feltétlenül távolságot akart volna tartani annyira a kormánytól, de ott azért egy sokkal kisebb mértékben volt érzékelhető ez. Aztán utána volt egy időszak, amikor már az akkori Budapesti püspök Szabó István. Volt a zsinati elnök, akkor ez erősödött, ez a jelenség. És hát amióta lassan három éve balogzoltán lett a zsinati elnök, ez nagyon egyértelműen tovább erősödött. Bölcskei Gusztávot említette először, aki az első időszakban volt a zsinat lelkészzi elnöke, Az ő politikához való viszonya ezek szerint élesen eltért mondjuk attól, amit Balogh Zoltán képviselt? Nem abban az értelemben, hogy más politikai szimpátiák jelentek volna meg, hanem abban az értelemben, hogy az egyháznak a függetlenségét, a politikától való távolságát sokkal inkább próbálta képviselni, fenntartani. Nem evidencia, hogy az Európai Unióhoz tartozhatunk. Nem evidencia, hogy demokráciában élünk. Fiatal, törékeny jogállama milyen, a demokratikus intézmények, értékek védelme, mindennapos kihívás. És mennyiben különbözik ez a helyzet attól, amit más egyházak és a hatalom vonatkozásában látunk? A katolikus egyháznak a helyzete az azért olyan nagyon nem különbözik a református egyházétól, de ott azért érzékelhető egy bizonyos távolságtartás hát Erdő Péter, mint az első számú vezető részéről, és hát azért ott egy más helyzet van amiatt is, hogy ott egy világegyház van, Vatikán van mögötte, tehát ott azért érzékelhető egy bizonyos mértékű távolságtartás. És akkor megint egészen más a helyzet az evangélikus egyházzal, amelyiknél hát egy pár évvel ezelőtt nagyon nyilvánvalóan volt egy kísérlete a, a kormány arra, hogy kvázi átvegye a hatalmat, saját jelöltje volt, de végül is az egyház máshogy döntött. És hát ez elég nyilvánvalóan megmutatkozott különböző megnyilvánulásaiban az evangélikus egyháznak, és hát ez adott esetben nyilvánvalóan kritikus azzal szemben, amit mondjuk nem tudom, menekült ügyben történt, és egy-két más ilyen forró kérdésben. Mindjárt beszélünk majd még a református egyháznak a szempontjairól, de előtte érdekelne, hogy ő szerint miért érdeke az Orbán rendszernek fenntartani ezt a típusú viszonyt a református egyházzal, mit nyernek valójában ezzel politikai értelemben? Hát szerintem ennek két része van. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy a Fidesz az nagyon máshonnan indult. Az egyházhoz, a konzervatív értékekhez, a nemzeti kérdésekhez való viszonyulásában szinte a másik, másik, végletén volt a lehetséges politikai álláspontoknak. Hát az egy nagy operáció volt innen oda eljutni, ahol, ahol most vagyunk. És ehhez szükség volt egy legitimációra, ami jelentős részt az egyházak részéről jöhet. Én ebben a pillanatban nagyon-nagyon óckodnék mindenfajta iskolában történő hitoktatástól, megmondom őszintén. Én nem vagyok hitoktatásnak egyébként ellenfele, azt gondolom, hogy arra szükség van, plébánián, az egyház saját helységeiben, és semmiképpen nem az iskolában. A másik oldala pedig az, hogy Hát a politikában mindig a, a szavazat, a szavazat szerzése az egy nagyon lényeges tényező, és az, hogyha van egy olyan szavazói bázis, amelyiknek a bebiztosítása lehetséges ilyen úton, akkor az természetesen szintén egy komoly érdeket jelent. Menjünk akkor most egy kicsit vissza az időben. A napokban felhívták a figyelmemet egy levélre, amit Kárt Bárt vagy Bart Károly, svájci teológus írt 1951-ben Berecki Albert püspöknek, és hát itt tulajdonképpen felrótta neki, hogy a református egyház a 30-as években még a horti rendszer híve volt, az 50-es évek elején meg már a szocializmust tűzte az zászlajára, és itt szó szerint azt kérdezte a Bereckitől, hogy a Magyarországi reformátusság nem tud más tenni, mint hogy ban egyetért az éppen uralmon lévő kormányzattal. Igaza volt itt ennek a svájci teológusnak, hogy tényleg nem tudnak mást csinálni, másképp működni? Igen, hát nem véletlen, ugye, hogy azt mondta, hogy Karl Barth vagy Bart Károly, tehát ő neki a jelentőségét mutatja az, hogy a neve is le lett fordítva magyarra. Talán nem túlzás azt mondani, hogy a 20. századnak a legnagyobb hatású protestáns teológusa volt, tehát itt nem valakinek volt egy ilyen véleménye, de még súlyosabb ez a kérdés, hogyha arra gondolunk, hogy a református egyház évszázadokon keresztül úgymond kurucegyházként volt jelen a magyar történelemben. Na most nagyon röviden azért erről valamit el kell mondani. A magyar protestantizmusnak egy egészen sajátos helyzete volt történelmileg egész Európában. Ugye a reformáció és ellenreformáció, vagy katolikus reform után gyakorlatilag az alakult ki, hogy vannak protestáns és vannak katolikus államok. A katolikus államokban teljesen megszűnt a protestantizmus, a protestánsoknál egy kicsit nagyobb tolerancia volt, tehát így föld alatt hallgatólagosan megmaradhattak katolikusok, de az is egyértelmű volt. Most Magyarországon nem ez történt, hanem az történt, hogy erős kisebbségként megmaradt a protestantizmus. Ez jó rész köszönhető volt annak, hogy ott volt az Erdély fejedelemség, mint a másik magyar árban, amelyik egy protestáns dominanciájú ország volt. Tehát nem lehetett felszámolni a protestantizmust, de egy hátrányos helyzetű adott esetben kifejezetten üldözött egyház volt. Na most ebből fakadólag nem véletlen, hogy a protestánsok és a református egyház az mindig nagyon határozottan ott volt a szabadságküzdelmekben, általában a különböző társadalmi emancipációs folyamatokban. Na most ez volt jellemző egészen a 19. századnak a mondjuk harmadik harmadáig. És amikor ez a helyzet megváltozott, akkor egy ilyen nagyon furcsa helyzet jött létre, hogy most akkor egy egyrészt vannak ezek a kuruc hagyományok, de másrészt pedig mondhatjuk, hogy második egyházként ott van a református egyház Magyarországon. Na most akkor tulajdonképpen mi is a mi identitásunk. És ez különösképpen is élesen meg fog jelenni a két világháború közötti időszakban itt az az érdekes, hogyha akár egy az egyházban otthonosan mozgó embert, akár valaki külsőst megkérdez, hogy valami rémlik arról, hogy református egyház két háború, hogy ne a Ravasz László. Mindenki ezt fogja mondani. De minden hatás, amelyik kívülről jött erre a nemzetre, csak akkor vált életé, és akkor vált igazságá, hogyha előbb magyarrá lesz ezen a földön, mindig magyar ország volt, mindig Magyarország. Na most a valóság ezzel szemben az, hogy egészen 1936-ig, a haláláig a zsinati elnök az a debreceni püspök volt, Baltazár Dezső, aki nagyon más vonalon volt, mint Ravasz László. Nagyon erőteljes volt a szociális elkötelezettsége, szegények, elesettek, árvák ügyének a felkarolása, nagyon erőteljesen szemben állt az egyre erősödő antiszemita hullámmal, tehát azért ott egy 36-ig, mondom, ő volt a zsinati elnök. Tehát legalábbis egy kettősség volt. És mi történik utána? Utána jön ugye a szocializmus, az egyháznak, a, hát hivatalosan is ugye az egyháznak tulajdonképpen a felszábolására törekvő államhatalom, ami nagyon megviselte az egyházakat, jobban a kádár rendszer alatt, mint a kemény elnyomás alatt. Ezek adatok vannak erről. Az 50-es években nagyon magas volt még a templom látogatottság. A 60-as években kezdett el csökkenni. Mindegyik egy egyházat megviselte, de azt gondolom, hogy a legjobban a református egyházat, ott egy, egy gerinctörés következett be. Na most mi ennek az oka? Mondjam így most, hogy a protestáns és a katolikus lelki alkat között Hagyományok között van egy igen lényeges különbség. A protestantizmus általában a szónak, a verbalitásnak az egyháza. Katolikusoknál sokkal nagyobb szerepe van szimbólumoknak, képeknek, egyebeknek. Na most mi van akkor, amikor egy olyan politikai kényszerhelyzet van, amelyben, amelyben nem lehet beszélni? Ugye most egy katolikus, hogyha nem lehet semmit mondani, akkor azt, amit szeretne elmondani, az kifejezi petakommunikációval, szimbólumokon keresztül. A protestásoknak nem lehet nem beszélni, azoknak beszélni kell. És ha nem lehet az igazat mondani, akkor hazudni kell. Akkor el kell kezdeni eh, hajlítgatni a valóságot, hogy így mondjam. Na most azt gondolom, hogy ez jelentős mértékben hozzájárult egy bizonyos belső meghasonláshoz. Most ez a belső meghasonlása, ez azzal is járt, hogy kialakult a lelkészek részéről egy independentista magatartás. Az independentizmus egy olyan egyházi modell, amelyben minden gyülekezet szuverén. És ez volt az alapvető hozzáállása a lelkészeknek, hogy minél kevesebb közünk van a közegyházhoz, annál jobb. A közegyház, amiről nyilvánvaló volt, hogy hát a püspökök azok az állam kegyéből Sőt, akaratából kerülhettek abba a pozíciómban voltak. És mi van 90 után? Egyrészt megmarad ez az independentista hozzáállás, hogy mi nem foglalkozunk a közegyháza, de közben hát egészen új szituáció van, egészen új lehetőségek nyílnak meg, és ennek a kettőnek egy, egy nagyon furcsa keveréke az, ami kialakul. Nem történik meg sajnos a múlt földolgozás, ami nagyon fontos lett volna, hogy mi hogyan tette lehetővé azt a helyzetet, ami volt évtizedeken keresztül, hanem egy kicsit azt mondanám, hogy mint az időjárás, ugye, hát nem tőlem függ, hogy most esik vagy süt a nap, ha esik, akkor behúzódunk az eresz alá, ha kisüt a nap, akkor örülünk és kimegyünk a, a térre valami ilyesmi történik, és ahogy jönnek az új és új lehetőségek, és hát nyilvánvaló, hogyha van egy ilyen közelség a hatalomhoz, akkor ezek a lehetőségek még inkább megnyílnak, akkor hát ennek örülünk, ez azt jelenti, hogy jobb, több lehetőség van a szolgálatra, és közben nem tudatosodik az, hogy ennek ára van. És ezek a pénzek és intézmények és lehetőségek, ezek nagyon kívánatosnak tűnnek, csak hogy közben ez együtt jár egy, egy hitelvesztéssel. És ennek talán a, a legsúlyosabb aspektusa az, hogyha az egyház politikailag beazonosítható, akkor az elzárja az utat azok elől, akik nem feltétlenül szimpatizálnak azzal a politikai irányvonallal. És a rendszerváltás után ez törvényszerű volt egyébként, hogy a egyház a jobboldali ö, politikával kerül majd ilyen szoros viszonyban? A konzervatív értékek, család, nemzeti elkötelezettség, ezek nyilván erőteljesen jelen vannak a történelmi egyházakban. Ezzel együtt Mondjuk nagyon más volt a helyzet akkor, amikor Hegedűs Lóránt, aki szintén ugye ismert, és ő volt szintén zsinati elnök hosszú időn keresztül, akinél szintén megjelent egy ilyen nagyon erőteljes kapcsolódás egy politikai párthoz. Hegedűs Lóránt a mi épprista vezetője arról beszélt, hogy pártja nem ismeri el a kereszténység és a magyarság szétszakítását. Mint mondta, létfontosságú kérdésekre se a jobboldali, se a baloldali politika nem ad választ csak a radikális keresztény hit. Na de azért az más helyzet volt, mert hát azért az egy kis párt volt, és az nem hatalmi pozícióban volt. Egész más helyzet alakult ki akkor, amikor, hát ami 2010 óta van. Ugye most itt a szoros összefonódás jeleiről beszélünk, de közben meg itt az elmúlt hetekben azt is láttuk, hogy többen a református egyházon belül nyíltan kiálltak adott esetben Balogh Zoltán ellen. Fekete Károly püspök például, a Tiszántúli Egyházkerület püspöke lemondásra szólította fel, de idézhetnénk Tomalánszlót is, a gazdag réti elkészt, aki szintén néhány napja nagyon erősen fogalmazott a, az Isten tiszteleten. Továbbra is ugyanúgy döntéshozó tagja a zsinatnak, az egyházkerületünk vezetője, azaz semmi sem változott. Ugyanúgy mélyen meghatározza a közegyházi működést. Egyébként pedig nem az egész egyházat támadták meg, hanem a személyét. És ő ezt az egész egyházat érintő támadásnak minősítette. Ez önmagában bűn, ami az anyaszent Egyház egész közösségét érinti. De nem csak most, hanem az elmúlt években folyamatosan védkezett, mert nem lehet a politikát ennyire belekeverni Isten népe működésébe. Ezek a kiállások jelezhetik azt, hogy valamiféle változás lesz az egyházban. Tehát ön el tudja képzelni, hogy mondjuk megerősödhet az az irány, ami nagyobb távolságot tartana a politikai hatalomtól? Hát nézze, azt mondanám, hogy a, a református egyház. Traumatizált állapotban van. Gondoljon csak bele, hogy mit jelent azzal szembesülni lelkészek, és nem csak lelkészek, világi egyháztagok részéről is, hogy hát a statisztikát csinálnánk, nem kérdéses, hogy az derül neki, hogy 35 év alatt nem szerepelt a református egyház annyit lapok címlapján, főhírekben, mint az elmúlt néhány napon belül. És hát egy negatív kontextusban. És egy olyan dolog kapcsán, egy olyan döntés kapcsán, amiről halvány fogalma se volt se a lelkészeknek, se a világi tagoknak. Na most ez tényleg egy traumatikus helyzetet jelent, aminek hát olyan következményei vannak, hát csak az elmúlt nap, amit én levelet kaptam meg telefonon, aki felhívott, és akkor arról beszél, hogy, hogy a gyülekezetében bejelentett keresztelőket visszavontak és lépnek ki emberek az egyházból. Nyilvánvaló, hogy az lenne a jó, hogy ha, ha minél hamarabb ez, ez lezárulna. És hát tényleg nehéz mást elképzelni, mint az, hogy valóban levonja a konzekvenciákat ebből a helyzetből Balogh Itt csak az ő személyéről van szó, tehát ezzel le is zárulhatna ön szerint a történet, vagy, vagy elképzelhető az, hogy ennek az egész történetnek lesz valamilyen általánosabb, rendszer szintű hatása a református egyházra, olyan értelemben, hogy hogyan viszonyulnak a politikához és a hatalomhoz? Hát akkor ezt válasszuk két felé. Az egyik, az, az valóban egyértelműen az ő személyéhez kapcsolódik. Az első megszólalásában volt egy nagyon pozitív elem, amikor azt mondta, hogy ő ezt a tanácsot természetesen nem püspökként és nem egyház személy, egyházi személyként adta. Hát utalta arra, hogy mint tanácsadója az elnöknek. És hát utána úgy néz ki, hogy sajnos ezzel szembe fölőkerekedett benne a politikus, aki nem tudja elképzelni, az életét hatalom nélkül. És megtörtént az a nagyon szerencsétlen dolog, hogy magára rántotta az egyházat. Kegyelmet kértem. Kegyelmet akartam valakinek. És ha ezért most el kell mennem, nehogy azt higgyétek, hogy az megoldás lesz. De hogy lesz? Harc lesz. Ezután is harc lesz. Mint ahogy mindig is harc volt. Most a másik része annak, amit kérdezett, hát azt gondolom, hogy nagyon megégette magát az egyház azzal, hogy egy miniszterből lett püspök. Ilyet nem hiszem, hogy a jövőben nagyon még egyszer fog, fog dönteni az, az, egyház. Na most, hogy általában a politikához való viszony milyen lesz, nem nagyon kétséges, hogy az lenne jó, hogyha lenne egy, egy távolságtartás. Nem egyik vagy másik párt, szemben általában. Tehát, hogy ez a az imás, ez szűnjön meg, hogy itt egy tulajdonképpen pártpolitikai segítcsapatról van, van szó. Nem ez a dolga a lelkésznek, pláne nem ez a dolga a püspöknek, hanem az, hogy, hogy megpróbálni az egyháznak a másságát felmutatni. Ugye nagyon neves, hát nagyon nagy hatású professzor volt Vái Nagy Ervin, aki nagyon sokszor idézte azt a mondást, hogy minden politika, de a politika nem minden. Az egyháznak a dolga, hogy ezzel a nem mindennel foglalkozzon. Valaki mesélte, hogy az életének az egyik legfelemelőbb istentiszteleti élménye volt, vagy 25 évvel ezelőtt, amikor együtt urvacsorázott egy hát közismert neves miép szimpatizás személlyel, és egy szintén nagyon neves liberális SDS közeli közgazdásszal. És hogy ez egy, ez egy, ez egy nagyon nagy élmény volt. Hogy azok, akik egymással talán szóba se állnának, meg hát nagyon éles szembeállásban vannak, hogy azok ott abban a helyzetben ők együtt voltak egymás mellett. Na most az egyháznak a politikai szerepe, az ez lehet, ez, lehet, egy pozitív dolog, hogy oldani ezeket a, ezeket a feszültségeket, nem pedig beállni, és hát különösképpen nem úgy, hogy egy ilyen nagyon rossz üzletet kössön az egyház, hogy ő kap ilyen-olyan támogatás lehetőségeket, de ennek az áraként a hitelességéből veszítsen. Ez volt a péntek reggel a Partizán hírháttérszolgáltatásának eheti heti podcastja. Olvasd el a hírlevelünket is, amiben bemutatjuk, milyen ingatlanokat ajándékozott az állam az egyházaknak az elmúlt 13 évben. Iratkozz fel a péntekreggel.hu-n, és ezentúl hétről hétre elsőként kaphatod meg a hírlevelünket, podcastunkat és egyperces videónkat. A reggelben mindig három különböző formában járunk körbe egy fontos és aktuális témát, és te döntöd el, mennyire mélyülsz el benne. Köszöni a figyelmet a teljes stáb nevében a reggel szerkesztője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Laki Gergely és Rádi Antónia. Zene és hang Irsik Bence. Grafika Gondel András. Videó donátáron. Bejátszók Bátori Benyámin. Gyártásvezető Beke Anna. IT Tóth Norbert. Nézd, olvasd, hallgassd minden reggel!